És ebben a pillanatban elindult a kezdő gátverseny 2400 méteres távon. Dies Irae vágott az élre, mögötte ott van egy bolyban Döbülő Navigáló, aki hozzá legközelebb galoppozik, illetőleg ott van Ciper is, legkívülebbről pedig Magic de Paris, tehát a favoritót láthatjuk versenyezni. Négy ló a frontban, mint egy fej-fej mellett galoppozva, és ugyanígy alakul ki a másik négyes is, tehát gyakorlatilag itt két csoportban, két sorban galoppoznak, ott közé éppen piros-fehér dresszben láthatjuk a Navigálót, ő tűnik egyelőre vezető lónak, mellette tőle jobbra Magic de Paris, míg egyel arrébről Dies Irae tőle balra galoppozik, aki a mezőny végén van, és egy kicsit kiszakadni látszik, az nem más, mint Jean, már is nagyon-nagyon sok hossz hátrányt szedett össze, és siráz, és egy kicsit, mint hogyha morzsolódna le a többiektől. Navigáló egészen jó iramot megy az élen mögötte, tehát ott van Magic de Paris, illetőleg ott látható Dies Irae színe is, majd pedig Ciper a következő ló, és Purple Princess, és a Royal Ron az, aki jelen pillanatban ott a hatodik helyen galoppozik, egy picit megragyott Magic de Paris a sík szakaszon, most egy kicsit elkezdi ott lovagolni földes Bence, kvázi életet szeretne bele lehelni, hiszen visszacsúszott egészen az ötödik pozícióig. Aki vezet, az Navigáló, Navigálóval pedig fej-fejt galoppozik Dies Irae. Ez az ugrás most nem okozott gondot senkinek. Egyetlen egy ló az, aki megvált lovasától, ő egyébként siráz, tehát kiesett a versenyből, míg Jean egy kicsit talán ledolgozott hátrányából. De nézzük az elejét, Navigáló van elől, Navigáló mellett Dies Irae, illetőleg ott Ciper van még nagyon-nagyon jó pozícióban, és Royal Ron is feljebb jött. Jön az utolsó 500 méter a versenyből, Navigáló vezetésével, Navigáló hátán, Dies Irae színei tűnnek föl, és talán Magic de Paris is vissza tud zárkózni, akinek sík szakaszon volt egy óriási megingása, ennek ellenére még versenyben van Royal Ron pillanatban a harmadik, a vezető hármas meglógni látni, és Navigáló lépésről lépésre tud gyorsítani. Navigáló Dejan Davidov egyre gyorsabban jön, és a sík szakaszokon folyamatosan tud gyorsítani. Jönnek most már a lovak a befutó egyenesre, vezet Navigáló, Navigálónak 3-4-5 hosszas az előnye a többiekkel szemben. Royal Ron és Dies Irae úgy tűnik, hogy csak a második helyért lesz küzdelemben, a negyedik helyért is nagy csata várható. 250 méter van hátra, illetve van még egy ugrás, Navigáló még mindig az élen. Navigáló vezet, Royal Ron, illetve Dies Irae, elég nagy homoly hosszú hajrát itt Jean, aki a mezőny végén haladt nagyon sokáig. Navigálónak sikerült az utolsó ugrás, 150 méterre van hátra, ezt most már a síkon nem fogja elveszíteni. Navigáló vezet, Jean óriási jön a végén, fölállhat a dobogóra, sőt akár még második is lehet. Navigáló a győztes, Navigáló könnyű, biztos győztes, Navigáló a nyerő, mögötte Royal Ron, és egy óriási célfotó majd a harmadik helyért, talán Jean fölért, nagyon messziről zárkózott, jó verseny volt, siráz nem tudta befejezni a versenyt.